Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Hát szép estét mindenkinek! Námo Buddhája, námo Dharmája, námo Szangája, Om Mani Padme Hum. Ez itt a Dope Man TV adása, benne pedig a dharmadik típusú találkozások, a guruval, akiben csalódni fogsz, a holdra mutató ujjakkal. Ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel az Igazi Dope Man TV YouTube csatornájára, és lájkold, diszlájkold, illetve kommenteld annak a tartalmait ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen nyomjál rá a kis harangra, és oszd is meg a tartalmakat. Ha Facebookon követsz, akkor nyomjál a subscribe gombra, kövess be az Instagramon, a TikTokon, a Twitteren, a Redditen, vagy csatlakozz a különbejáratú Dope Viber mafiámhoz, és éld a közösségünk életét, amit ritkán moderálok, leginkább csak akkor, hogyha már egymást fenyegetik a tagok. Majd az adás végén elmondom a támogatási lehetőségeket, meg minden ilyesmit, de most nem húzom el ezzel az időt. Azért előre is szeretnék mindenkinek nagyon boldog és kellemes karácsonyi ünnepet, illetve majd boldog és eredményében gazdag új évet kívánni. Nagyon jól sikerült a hétvégi koncert, amit karácsonyi ajándéknak szántam a rajongók számára. Ez a hashtag extra jóvoltából valósult meg, és egy gyönyörű tantrikus szertartás volt édesapám búcsúztatására, úgyhogy mindenkinek külön köszönöm, aki tiszteletét tette, és ha majd lesz olyan koncert, amikor jegyet kell venni, olyanra is jöhettek ilyen szép számban. Várunk mindenkit. Január 7-én színpadra lép a Papp László Arénában a Fekete vonat, és ezen a koncerten Kicsidó Peti és én is ott leszünk, úgyhogy oda is várunk mindenkit, és természetesen nem szakad meg a Dharma vacsora estek hagyománya sem, úgyhogy várhatóan január 17-én lesz egy Dharma vacsora est az Indigo indiai étteremben. Erről a részletek nem sokára kint lesznek, de tervezem azt, hogy a Dharma beszédeket, illetve közös meditációkat egy színházi színpadra, vagy egy meditációs terembe is bevigyem, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesznek majd infók. Amit látok rajtam, ez az általam tervezett Havaf dizájnos kapusznis pulcsi. Rajtam van a kutyám, Robi, óriási a modell. Ezt a dopshop.hu-ban rendelhetitek, sőt minden mást is, de az az igazság, hogy a Pénz meg a Hatalom kislemezen kívül idén már nem fog eljutni hozzátok semmi, mert elfogytak a készletek. Úgyhogy bármit is rendeltek, annak nagyon örülünk, de ez csak januárban lesz leszállítva. Mit akartam még mondani? Ja, hát az örömteli hír, gyerekek. Már gyártódik az Energy, az általunk fejlesztett frissítő, üdítő ital. Úgyhogy nem sokára ebben kapcsolatban is kint lesznek a részletek. Na mindent elmondtam, és akkor most megyek is. Nem. Kérdezik, hogy Dharma beszéd jön-e? Igen. Vagy valami olyasmi? Ki tudja, mi ez egyáltalán. Egy biztos, hogy édesapám tulajdonképpen holnap lesz 2 hete, hogy elment. Itt hagyott minket, és én azóta készülök nektek egy videóval, nem mondom, hogy nektek tartoznék vele, inkább magamnak tartozok vele, elmondom, hogy mik azok a dolgok, amik megfogalmazódtak bennem ennek a történésnek a során, és mik azok a tanulságok, amiket levontam ebből a szomorú, de magasztos, és tulajdonképpen rendkívül szép eseményből, ami mondjuk úgy, hogy megrengette a családunk életét, és bízom abban, hogy még inkább összefűzi azt az eddig is nagyon erős kapcsolatot, ami a Pittinger szangát ilyen mágikus erővel ruházza fel. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ma este megpróbálom kerek és összetett mondatokban összefoglalni azt a tanulságot, amit én ott levontam édesapám halálos ágya mellett. Az utolsó 3 napban, mielőtt eltávozott volna a körünkből. Nem érzem úgy, hogy meghalt egyébként, és ezt teljesen logikus állásponton fogalmazom meg a saját hitem szerint, hiszen több dimenzióban is gondolkodhatunk a továbbélésével kapcsolatban. Hát ugye egyrészt vannak az emlékek, amik maradtak utána, és amennyiben ezek élesen megmaradnak, illetve egyre szépülnek, vagy a szép emlékek hangosodnak föl, ez ugye itt marad velünk. Hát ami biztos, hogy a általa világnak adott egyéni információ teljes tárháza itt lakik bennem, az öcsémben, a hugomban, az unokáiban. Úgyhogy bőven van lehetőségünk arra, hogy a előnyös adottságait kerekítsük, azokat, amik pedig kevésbé hasznosak, azokat meggyógyítsuk. Tehát édesapám negatív tulajdonságai, betegségei továbbra is gyógyíthatóak és orvosolhatóak. És természetesen van egy olyan dimenzió is, ami Einstein által is meg van fogalmazott, tehát energia nem vész el, csak átalakul. Így apám fizikai manifestációjának megszűnésével az általa gerjesztett energia nem veszett el, hanem visszatért a körforgásba, és valamilyen úton, módon ez tovább formálja a világnak az alakulását, minden más érző lény energiájával együtt. Hiszen én úgy hiszem, hogy mi mindent a legbelső tudásunk, tulajdonképpen annak a tudásnak az alapján modellezünk le, amiről nem tudjuk, hogy a rendelkezésünkre áll. Hát ez az az isteni tudás, idézőjelbe véve, ami az igazság fölötti igazság, a morál fölötti morál, az etika fölötti etika, az erkölcs fölötti erkölcs, az a mély tudás, ami kiemelt minket abból a létezési formából, amik ott a szenvedés kerekében ugye megvalósulnak, legyenek azok démonok, éhes szellemek, titánok vagy istenek. Tehát az ember van középen, ő képes az összes létformát átlátni, és így orvosolni a világ fájdalmát. Tehát, hogyha ehhez a tudáshoz nyúlva, ösztönösen ebből a tudásból táplálkozva alkotjuk meg a dolgokat, akkor rájövünk, hogy az életünk azzal ellentétben, amit gondolunk róla, nem lineáris, tehát nem A-ból megy B pontba, és ott véget ér, hanem igazából ciklikus. És remek példája ennek a társas játék, ugye ami általában ilyen kör alakú a társasjáték, és a startpontból indul, és a startpontban végződik. Tehát a játék eleje és vége az tulajdonképpen ugyanabban a pontban van, és ugyanonnan indul a következő játék is, tehát a születés és a halál az tulajdonképpen ugyanaz. Arról nem beszélve, hogy ezek csak általunk megalkotott fogalmak, és a jelentésük is igencsak képlékeny annak a tükrében, hogy milyen rálátással bírunk a világra, úgy igazából. Na de a személyes részére visszatérve, és nem akarom egyébként ezt a videót teljes mértékben személyessé tenni, tehát itt most nem a gyászommal való együttérzés miatt teszem közé ezt a videót, persze természetesen jól esnek a jó kívánságok is. Minden energia, amit a családunk felé sugároztok, ima, mantra, bármi, hiszen anyukám itt maradt a hugommal, meg mi vagyunk itt neki, és ez azért nem egy könnyű helyzet a családunk számára, de mint ahogy mindent eddig életünkben, és higgyétek el, mi egy olyan család vagyunk, akiket nem véletlenül mér a sors, mert bírjuk, úgyhogy ezt is meg fogjuk oldani, mert erőben gazdag a mi családunk, és ez olyanok olyan, mint a Skywalkerek. De szóval ez nem elsősorban ezért teszem közé ezt a videót, csak hogy hát együtt rájövünk pár dologra. Szóval édesapám halála számomra nem tragikus, nem tragédia. Bár van drámai eleme, de számomra egyébként egy nagyon magasztos, egy nagyon megtisztelő és egy hatalmas tanítás apám távozása a világból. Tulajdonképpen látván az állapotát az elmúlt fél évben, egy évben, én már hónapok óta úgy élek, mint hogyha lenne egy repülőjegye, amit bármikor beválthat, amikor úgy tartja kedve, és felszáll egy repülőre, amin elmegy egy olyan helyre, ahonnan ő már nem jön vissza. Tehát tulajdonképpen folytatódik az utazásának egy újabb szakasza, ami már nem velünk kézen fogva zajlik. Persze én is vele mentem valamilyen formában, mert az én információm, az öcsém információja, a húgom információja, az unokái információja, sőt az egész világ összes információja távozott vele tovább arra az útra, úgyhogy mindegy, egyébként nem is tudjátok, mennyire össze vagyunk kötve, de majd erről is beszélek. Tehát én így éltem tudatában annak, hogy milyen állapotban volt, nem mondom, hogy engem ez készületlenül ért volna, itt az utolsó 3 napban igyekeztem nagyon sok szeretetet sugározni felé, igyekeztem azon, hogy mosolyogjon a szemem, igyekeztem azon, hogy vicceseket mondjak neki, hogy ne éreztessem vele a helyzetének a drámaiságát, tehát pont elég az a fájdalom, amit neki át kellett élnie. Nem kell, hogy még az én nyűgömmel is terheljem őt, de az az igazság, hogy ilyen szempontból nem is volt nyűgöm. Tehát egy ilyen rettentő, intim és megtisztelő együttlétet éreztem vele kapcsolatban, amikor együtt voltunk a kórházban. És hát az az igazság, hogy egy ilyen 20 éve már nem simogatta meg az arcomat, és most megsimogatta az arcomat, és hát ha voltak is köztünk feszültségek, itt főképp a sztrókja után, amikor azért a személyisége a sztróknak hála nem mindig a pozitívabb irányba változott, ezeket mind felszámoltuk. Tehát, hogyha valaminek nagyon örülök apám távozása kapcsán, az az, hogy nagyon méltóság teljesen távozott el a körünkből, és az az igazság, hogy nem számítottam ilyen tudatosságra, hiszen ő például marhára szkeptikus volt például ezzel az egész Buddha kereséssel, amit művelek itt az utóbbi években. Nem volt igazán hívő, és teljesen az érzékelt racionalitás talaján keresztül próbálta megközelíteni a világot. Na most ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy úgy távozott el, ahogy a legkomolyabb gyakorló munkok, tehát a legkomolyabb gyakorló szerzetesek. Megvárt mindenkit, elbúcsúzott tőlem, édesanyámtól, öcsémtől. És aztán, mikor nem voltunk ott a kórházban, akkor fölült, és azt mondta, hogy a Fruzsit borzalmas, hogy itt kell hagynia, de ő már ezt elengedi. És elaludt. Szóval ez nagyon komoly, hogy valaki ilyen tudatosan és szépen tud meghalni, és ennek nagyon örülök, hogy így történt. És bár az utolsó 3 napban szörnyű fájdalmai voltak, amiket igyekeztünk enyhíteni, de az az igazság, hogy igazán hosszan szerencsére nem szenvedett, és nagyon örülök, hogy nem lett demens. Tehát, hogy nem kellett végignéznem, hogy demens lesz, elhűl, meg ilyenek, hanem, hogy egy tök tiszta tudattal, egy rettentő tudatos érző lény távozott ebből a világból, egy másik világba, vagy az útja folytatására, és nagyon bölcsen oldotta meg ezt a dolgot, és ez nagyon fontos számomra, és szerintem a családunk számára is, és nagyon nagy vigasz a fájó hiány ellenére. De a tanítás jellege az főképp abban rejlik, hogy azért apám egy nagyon erős akaratú konok, és mint mondtam, a saját megrögzött világképében rendkívül biztos ember volt, nagy indulatokkal, sok belső feszültséggel, haraggal, tehát amiket én például a rap karrieremben folyamatosan kiköptem magamból a világra, ez a hozzáállás, ez őt is nagyon jellemezte. Most ezeket nem akarom részletezni, de ami a lényeg, hogy én ismerem az összes haragját, az összes félelmét, a pikirtségét, a szarkazmusát, a pozitív tulajdonságait, a nagy szívét, a hatalmas szeretetét, és ugyanúgy ismerem a negatív oldalait is, és azoknak a megfogalmazódásait is láttam, és hát ebből kifolyólag egyébként volt is köztünk konfliktus, még az utóbbi években is, bár mindig nagyon jól megtaláltuk egymással a hangot, és a nap végén azért mindig békét kötöttünk egymással, de én mindent ismertem, tehát mindent tudtam róla, mindent láttam vele kapcsolatban, és ami nagyon nagy tanulság volt számomra, így a halálos ágyán, az gyerekek, hogy minden, amit egy életen át hurcolt, tulajdonképpen magával vitt a hátizsákjában, az az utolsó 3 napban semmivé foszlott. Tehát ez mind így feloldódott ebben a történésben. Ez volt ebben a 3 napban a legszebb, ami történhetett, tehát például a haragok, ezek a dühök, meg minden, ez minden eltűnt, és semmi más nem maradt meg benne, csak a szeretet. Tehát csak a szeretet az anyám iránt, a szeretet a gyereke iránt, és a Fruzsina iránt való féltés, meg aggodalom. Tehát semmi más nem maradt meg. Az összes ilyen harag, beszólás, gazdasági ügyek, törekvések, célok, stb. Ez mindig semmivé vált, és csak az, ami a legmélyebb szeretet fényében van jelen egy emberben, csak ez maradt meg ott az utolsó napokban, és egészen az utolsó pillanatban is csak ez a legmélyebb szeretet szólalt meg belőle. És ez hatalmas tanulság számomra, és azt gondolom, hogy számotokra is. Tehát mi emberek éljük az életünket, és nem vagyunk a tudatában annak, akár egy ilyen betegségből is megérthető ez, hogy nem vagyunk a tudatában annak, és nem hajlandóak elfogadni a tényt, hogy a világ az egy összetett hely, és az egész tapasztalásunk egy összetettség, és minden kapcsolatban áll mindennel, és minden függésben van mindennel, és a függő keletkezés alkotja a világunkat, ami mindig az aktuális döntések és lehetőségek fényében kristályosodik ki egy pillanatra, amiből aztán egy újabb pillanat lehetősége születik. Tehát mikor egy ember olyan súlyos betegségek kerül kórházba, és szűnnek meg az életének a feltételei, amilyenben például apám szenvedett, azt tudnotok kell, hogy ez egy egész életnek a munkája, idézőjelben, hogy valaki valamilyen helyzetbe kerül. Tehát a betegségeknek megteremtődnek a feltételei, a betegségek kialakulásának folyamatosan jelen vannak a feltételei, és utána a betegségek ugyanúgy, mint bármilyen elültetett gyümölcsmag, vagy növény, kikelnek, kivirágoznak, és akkor meg kell enni azt, amit tulajdonképpen elültettünk, tehát le kell szüretelni. Szóval a dolgok rettentő összetettek minden szinten, mind a fizikális érzékelés szintjén, mind a lelki folyamatok szintjén, mind az emberi kapcsolatok szintjén, mind a ténykedések szintjén. És ugye azt hiszük, hogy itt hajhászuk a dolgokat, az eredményeket, a pénzt, a különböző célokat, a presztízst, a hatalmat, a mindenféle visszaigazolást, amiknek a kapcsán azt érezzük, hogy az adott énünk az egy olyan alátámasztást nyer, aminek a kapcsán örökkévaló, vagy halhatatlanná válik, és aztán rájövünk, hogy ez a hajhászás, ez annyira vakká tesz minket, hogy pont a minket alkotó és a körülöttünk érzékelt világ folyamatait létrehozó bonyolultság mellett megyünk el, és így varázsoljuk pokollá az életünket tulajdonképpen. És arra jöttem rá, így apám halálos ágya mellett, hogy egy ember életének, ugye mindig arról beszélünk, mi lehet az ember életének a célja, hogy miért vagyunk itt a Földön, hogy mi az, ami miatt, mi az, aminek hajtani kell minket, vagy mi az a cél, amit érdemes kergetni, vagy elérni. Tehát meg kell érteni azt, hogy amikor belekezdünk a világba, akkor tulajdonképpen már vége is van. Tehát olyan, mintha belemarkoltunk volna a homokba, és akkor hiába szorítjuk, minél jobban szorítjuk, annál jobban kifolyik a kezünk közül. Ha így tartjuk, akkor meg visszük, amíg bírjuk, de akkor is folyik a kezünk közül. Tehát így is, úgy is le kell játszani a játékot, a társas játékon körbe kell menni, és a startpontból a startpontig el kell menni, és utána kezdődik valami más, valami új, de ez egyszerűen adott. Tehát például, amikor belekezdünk az életbe, akkor nagyon fontos elfogadni azt, hogy ennek ebben a formában vége lesz. Ezt nagyon fontosnak tartanám egyébként a családok életében is, hogy a gyerekeket minél előbb szembesítsék ennek a tényével, és készítsék föl arra őket, hogy ez az életnek a legalapvetőbb történés, és alapvetően határozza meg az életnek a működését és az irányát. De mi emberek úgy élünk, mintha ezt megúszhatnánk. És mivel azt hiszük, hogy megúszhatjuk, ezért képesek vagyunk olyan módon élni, hogy nem tiszteljük a világ összetettségét sem magunkban, a szerveink között, a gondolataink között, a különböző folyamatokban, nem tiszteljük az egymással való kapcsolatainkban, nem tiszteljük a környezethez való viszonyainkban, nem tiszteljük a másik országgal, másik vallással, másik párthoz tartozóval szemben. Nagyon könnyen kikiáltjuk magunkat jó fiúnak, mert az nagyon megy, és nagyon könnyen kikiáltunk másokat rossz fiúnak, és nem jövünk rá arra, hogy a világ az nem így működik, mert a minket elválasztónak gondolt tér az igazából nem elválaszt minket, hanem összeköt. És bennünk is összekötöttség van, feltételrendszerek vannak, mert bármi is hiányzik belőlünk, már nem úgy működik a történet. Tehát folyamatosan elmegyünk emellett az összetettség miatt, és ezzel, ugye ez a figyelmetlenséggel, ez a nem tudással pokollá alakítjuk egymás és embertársaink, meg az összes többi érző lény, meg a tapasztalt világnak az életét, ahelyett, hogy bearanyoznánk, ugye, mert ez is a lehetőségünkben áll. Van erről egy jó kis sztori, egy Alan Watts előadásban hallottam, tudjátok, hogy nagy kedvencem. Ugye arról van szó, hogy van a kéz, van a láb, van a száj, és van a gyomor. És ugye a kéz, a láb meg a száj folyton azon dolgozik, hogy etetik a gyomrot, és kezdik ezt megelégelni. És elkezdenek összebeszélni, hogy itt van ez a gyomor a nyakukon, és ugyan már elég volt már zsarnokoskodásból, ők nem fogják etetni. És ezt megbeszélik egymás közt, és nem is adnak a gyomornak enni. És egyszer csak kezdik észrevenni, hogy gyengülnek el, már nem tudják úgy végezni a dolgaikat, stb. És egyre nehezebben működik a dolgoknak a menete, illetve az életük, és rájönnek arra, hogy a gyomor igazából nem zsarnokoskodik felettük, hanem azzal, hogy etetik a gyomrot, lehetővé válik a saját maguk működése. Tehát mondom, a világ összetett, és az összetettség irányában tisztelettel kell lenni. És vissza ugye arra, hogy miféle cél az, ami miatt érdemes törekedni, vagy aminek az irányában érdemes haladni. Gondolom én, hogy ezt a halál pillanatot, tehát talán arra érdemes törekedni, hogy a halálunk pillanatát megfelelő méltósággal tudjuk megélni, és a távozást valami újba, ezt megfelelően, szépen és nemesen hajthassuk végre. És úgy érdemes élnünk, és cselekednünk, és beszélnünk, és viselkednünk, hogy ez a pillanat, ez valóban ilyen formában menjen végbe, és hogyha mindent megteszünk részünkről, és még így is nagyon sok minden más szereplőn múlik az, illetve a magunkban kibontott világ tisztaságán múlik az, hogy ez létrejöhet-e, de ha mindent megteszünk azért, hogy ez lehetőleg így történjen, akkor valószínűleg nem veszünk el a világból, hanem inkább teszünk hozzá. És ez biztos, hogy segít abban, hogy sokkal tisztább energiák szálljanak vissza a közös rezgésbe, ami a közös rezgés további voltát illetően nagyon lényeges dolog. Úgyhogy ez az, amit így levontam apám kapcsán, amellett, hogy a legnagyobb szeretettel gondolok rá, és nagyon köszönöm neki, hogy ide lökött a világba, és köszönhetitek neki ti is, mert nélküle nem lenne olyan a magyar gangsteret, mint amilyen. És ami még így fontos szerintem az az, hogy ha megértitek az összetettséget, akkor rájöttök a saját magatok fontosságára. Hát ugye a buddhista nézet, meg szemszög, az többfelől közelít a megvalósuláshoz, tehát egyrészt van egy olyan álláspont, miszerint minden belülről bomlik ki, és az egész világ igazából benned zajlik, tehát te, aki nézed ezt a videót, te alkotod meg ezt a világot, illetve én alkotom meg ezt a világot, és benne te én vagyok, tehát az én projekcióm vagy, de olyan is van, hogy a kintről jövő dolgok az érzékelési láncolaton keresztül alkotják meg a világot, és a kintről jövő dolgok néznek tükörbe a formában. De bármi is történjen, a lényeg az az, hogy mindannyian külön és egyedi jogon csodák vagytok. Kicsit ilyen politikai párhuzam, tudjátok, volt egy időszak, még így a jelenlegi rezsim előtt, mikor az volt a téma, hogy merjünk kicsik lenni, meg fogadjuk el a helyünket a világba, hogy picik vagyunk, jelentéktelenek, és igazából nem nagyon tudunk hozzátenni a játékhoz, azon túl, hogy elviseljük a működését. De én azt szeretném mondani nektek, és apám nagysága is ebben rejlett így az utolsó napokban, hogy akár tudatosan, de akár tudattalanul képes volt felülírni a saját sorsát, és képes volt, tehát megmondom őszintén, hogy a betegsége, meg ahogy az lezajlott, a számomra nagyon nehezen volt viselhető. Tehát időnként láttam rajta a demenciának a jeleit, nem volt törekvő a betegségében, hagyta, hogy eluralkodjon rajta a dolog. Sajnos nem akart élni. Nem volt benne akarás. Rengeteg emberrel találkozok, akik hasonló helyzetben fordítani tudtak a dolgon, mert élni akartak, szerettek volna élni. Apám, mikor elvesztette az eszközeit arra, hogy teljes értékű férfiként segíthesse családját vagy a lányát, illetve előtte már ugye ezekkel a jóléti betegségekkel küzdött, mint a cukorbetegség, illetve a vele hozott anyagcserebetegségek. Tehát az a lényege, hogy ahogy ezeket az eszközeit elvesztette, ő így elengedte az élni akarást. De az utolsó 3 napjában, minthogyha megvilágosodott volna, és úgy zárta le, hogy csak a legbölcsebbek tudják. Tehát képes volt felülírni a saját sorsát, képes volt tudatosan távozni, nem fetrengett egy elfekvőbe csöveken, nem épült le teljesen, hanem a legtisztább tudatta távozott, és ez engem nagyon boldoggá tesz ilyen formában, mert azt gondolom, hogyha tiltakozott is azzal szemben, amit időnként előadtam neki, és igyekeztem nem tólatni, meg ráerőltetni ezt a világlátást, de úgy érzem, hogy mégis valamilyen hatása volt, és ez a következő útján, illetve a következő fordulóban ez nagyon sokat segíthet majd neki, bízom benne, én legalábbis. De ami nagyon fontos, hogy át tudta írni a végét a történetnek, és ezért mondom azt, hogy ez egy politikai párhuzam, és mint ahogy lett egy ilyen látásmód is, hogy nem kell elfogadni, hogy kicsik vagytok. És nem vagytok jelentéktelenek. Tudjátok, van az a film, amikor jön a űrt mutatja a kamera, és aztán bejön az ember szemébe, és utána bemegy az emberbe, és ugyan űr meg univerzum van az emberen belül, mint a kinn a bolygón kívül. Tehát meg kell érteni azt, hogy mindannyian egyedi módon külön energiák vagytok, külön univerzumok és külön lehetőségek. És mivel összetett a világ, és együtt rezgünk, és oda-vissza játsszuk a játékot, nagyon-nagyon fontos egyenként ebben az ego tapasztalásban is, hogy hogy álltok a világhoz, hogy élni akartok, hogy szeretitek az életet, hogy képesek vagytok megfelelő lazasággal, humorral kezelni egy ellentétes álláspontot, legyen az akármilyen is. Felfogjátok és megértitek, hogy az a világ, amiben élünk és érzékelünk, relativitáson alapul, és relatív módon működik, és felülírni ezt a szabályát csak a relativitáson felülemelkedve, megértéssel, belátással és elfogadással lehet, mert ebben megszületik a változás. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy mit tesztek a világban, és mit tesztek a világhoz, és hogy kezelitek embertársaitokat, hogyan szóltok, hogyan beszéltek, hogyan cselekedtek, és persze természetesen hibázni fogtok mindannyian, mint ahogy én is, és apám is, és anyám is, és rengeteg hibát követünk el, de ha már hibázásotoknak a tudatába vagytok, ha tudjátok, hogy a hiba létrejött-e, ugyan megtörténik, de a hiba létrejön, akkor a hiba javítható is, akkor nagyon-nagyon sokat tehettek a világhoz, és egyáltalán nem igaz, hogy jelentéktelenek lennétek egy óriási világban, pici kis porszemek, akiknek igazából nem számít, hogy mit gondol, vagy mit cselekszik. Gyerekek, az az igazság, hogy a világ a kicsi kis porszemek nélkül nem jön létre. Mindenkinek rettentő fontos szerepe van abban, hogy a világ aktuálisan hogy néz ki és hogy áll. És hogyha ránéztek most a világra, akkor szépen lassan rájövünk mind, hogy ez a világ, ez javításra szorul. Tehát még mindig nem értjük meg az összetettséget. Azt hiszük, hogy úrrá lehetünk a másikon, megúszhatjuk a halált, fölhalmozhatunk végtelen vagyonokat, stb. Nem azt mondom, hogy ezzel baj van. Tehát gyerekek, itt élünk, itt ez a játéknak a neve, gazdálkodj okosan, stb. Lehet hajhászni a pénzt, persze természetesen szórakoztató kis játék, mint ahogy ez a háborús díj, meg a fegyverkezés, meg az új világrend, meg az összes többi. De ezek mind csak túl komolyan vett játékok, és például a pénz is, az, tehát amikor, ahogy apám halálában mondom, az utolsó napokban minden föloldódott, minden eltűnt. Tehát figyeljetek, a pénz, a vagyon, a hatalom, a presztízs, én vagyok ez, én vagyok az című történetek, ezek szerte foszlanak. Ezek csak arra jók, és arra nagyon működőképesek, hogy az utazást jelen körülmények között könnyűvé, élvezetessé, vidámmá tegyék. Ha hajszolásuk, megtartásuk, az ápolásuk túlmutat ezen, és fájdalommal lesz teli, akkor már semmi hasznuk. Ezt meg is nézhetitek ezeken a gazdag, meg nagyhatalmú embereken. Nézzétek meg az arcvonásaikat, nézzétek meg, hogy milyen világot tükröznek. Ezek mind szenvedésteli emberek, mert azt hiszik, hogy valamit megúsznak, de nem úsznak meg semmit. Ugyanúgy ott lesznek az utolsó 3 napban, ugyanúgy semmivé foszlik minden, és ugyanúgy nem lesz igaz az, hogyha majd elmondogatja magának 5-6, hogy hány milliárdot hagyott az unokáira, meg a gyerekére, mert nem tudhatja, hogy nem kótya vetyélik el az egészet, és hogyha te építettél egy birodalmat, amit utána a következő generáció tönkretesz, akkor mit építettél valójában? Tehát ha megnéztek nagy uralkodókat, Dzsingisz Kán, Julius Cézár, és a többi, és a többi. Hiába építettek akármekkora birodalmat, hiába volt hatalmuk, utána az a ház, az a uralkodói garnitúra szerte foszlott, és jött helyette másik, vagy összedőlt a birodalom, stb. Tehát igazából mindez csak arra érdemes, hogy az utazást könnyítse, boldogabbá tegye, kevésbé legyen szenvedésteli, és segítsen a hibákat kijavítani. Amennyiben ez nem sikerül, akkor valljuk be őszintén, lófasz nem ér az egész. Bármelyik pillanatban, bármelyik őtök meghalhat, belemegy egyetembe, hiszen a világ összetett, és a létezés feltételei azok rendkívül szerteágazóak, és sok mindennek kell együtt állni ahhoz, hogy például én ezt a beszédet végre tudjam hajtani, jó magam is egy precíziós műszer vagyok, erekből állok, szervekből, így úgy működnek. Van, hogy figyelek rá, hogy jól működnek, van, hogy nem, van, hogy a vágyaim kibillentenek, van, hogy nem, és minden összefügg. És ha nemes és méltóság teljes halálra törekszünk, ami egy szép dolog, és amely törekvésünkben a világ kerekebb lesz, akkor igazából az lehet a legjobb meditáció, és talán azt érdemes követni, azt az utat és vonalat. Tehát, hogyha megnézitek, az elme, a tudat, az egy nagyon mozgékony valami. Egyszer itt, egyszer ott, ugye ilyen majom agy, úgy hívják a buddhista szerzetesek, ugrál ágról ágra, hangulatról hangulatra, elvről elvre, eszméről eszmére. Ugye most is megnézhetitek, tehát, hogy például ilyen társadalmi folyamatokban olyan dolgokat, amiket ki sem mondhattak volna, most a humanitás meg az emberségnek a képviseletében köpködik magukból az emberek, ők, akik a jó emberek, azokkal szemben, akiket rossz embernek gondolnak, és fordítva. Tehát amit érdemes figyelni, és amire érdemes koncentrálni, talán, hogy ezt az ugráló tudatot stabilá tenni. Nem hagyni, hogy rángassanak ezek a mindenféle körülmények, alakulások, vagy ha csinálsz is valamit, légy tudatában annak, hogy mit csinálsz, és töltsön el az abbeli nyugalom, hogy bármi is van, ahogy az öcsém kirakta az idézetet a Dhamma padából, tehát hogy a hattyú felszáll, az emlékháló, ami maradt utána, szerte foszlik. Tehát a világ illúzió jellege az a változásokkal megtörténik. Ezért a nagyon kifagyott, sziklaszerű állapot, ami egy ilyen nagyon biztos álláspont, nagyon magabiztos hozzáállás, ez az én tudatnak ez a őrült ragaszkodása az önmagamhoz és a véleményemhez, és az elveimhez, és az eszméimhez, és a világlátásomhoz, és a címkézéseim, és az ítéleteim, ezek mind tévútra vezetnek, és az az igazság, hogy mind a poklot fogják kialakítani, és mind a méltatlan halál irányába löknek. Míg ha olyan vagy, mint a víz tulajdonságokat veszel magadra, flexibilis vagy a világban, megérted a világ összetettséget, a folyamatos mozgást, a halmazállapotok változását, a feltételek keletkezését és megszűnését, amik folyton folyvás történnek, ebben a másodpercben is, akkor egy teljesen más látásmóddal éled az életet, és akkor még a világnak akár a káros hatása is kevésbé hatnak rád, mert rájössz arra, hogy ezek is csak az illúziónak a részei. Úgyhogy én édesapámnak a távozásából valami ilyesmit szűrtem le, és remélem, hogy ha már ez így történt, akkor amellett, hogy fájó űrt hagyott a családunkban, de megvolt az a haszna, hogy ráébresztette erre engem. Sejtettem valahol, meg nem is, hogy sejtettem, mert mondhatnám, hogy nem tudtam. Tehát ez az, amikor tudtam valamiről, de az ő halála segített beteljesíteni a kört, a megértés körét. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek elmondani ebben a videóban, és hát váljék hasznotokra, osszátok meg az ismerőseitekkel, ha úgy érzitek, és tényleg mindenkinek minden jót kívánok, nem vesztjük el a jó kedvet, nem szeretünk bele a gyász állapotába, hiszen az is csak egy illúzió. Tehát nem veszik el semmi, mert semmi nem a miénk, egy másodpercig se, és ezt kell tudni. Ez a legfontosabb tudás, hogy semmi nem a tiéd. Bármit, amit hiszel, hogy a tiéd, az sose volt és sose lesz a tiéd, és igazából nincs is. Csak egy pillanatig tapasztalhatod. Tehát ugye a világnak például azt hiszik, hogy ez egy gonosz világ most, meg minden, holott egyáltalán nem. Ez a világ ezernyi lehetőséget ad most arra, hogy az emberek változtassanak azon, ahogy élik az életüket, és változtassanak a hozzáállásukon és a felfogásukon, és nagyon jól tanítja a világot, a világ most az összetettséget, a mulandóságot, a változás természetet. Tehát most ez itt van számunkra, ez egy hatalmas ajándék. Még akkor is, ha belepusztul a világ, mert igazából nem tud belepusztulni a világ, mert ti érzékelitek. Minden, ami történik, a mi választásunk is. Ugye, hogy kiírtam a posztba is, hogy azt nem értik meg az emberek, hogy mikor belekezdenek az életbe, akkor nem számolják bele azt, hogy mivel jár. Mert alapvetően egy hibás prekoncepció alapján kezdenek bele az életbe. Tehát nincs átgondolva a gyerekvállalás, hogy ez mivel jár, hogy mivel kell megajándékozni egy gyereket, és mit nem kell neki odaadni. Már ez nincs átgondolva. Akkor utána, hogy éli tovább az ember az életét, csomó hibás prekoncepció, téves érzékelés, tévképzet, stb. És ezekhez ragaszkodik, mert neki igaza van. És aztán újra és újra csalódik, és nem úgy alakul a világ, és akkor lehet átkozódni, ha nem Istent, akkor másik embert, vagy az ördögöt, stb. És nincs. Tehát itt meg kell érteni, csak a pillanat van. És ami a nihilistáknál van, hogy ott az a gond, hogy persze azt hiheted, hogy nem számít, hogy mit csinálsz, mert nihilista vagy. Csak mikor a nihilista ember nihilista módon él, és a nihilizmusának a következményeivel a következő pillanatban szembe találja magát, vagy szembe kerül, akkor rájön, hogy a nihilizmusa is fájdalmas. És az a lényege, hogy ezért van az, hogy a pillanatban igyekezni kell azon, hogy a pillanatot szépé, kellemessé, örömtelivé tehessük. És higgyétek el, hogy gangster rapperként ez a látásmód, meg ez a törekvés számomra nagyon nagy kihívás. És látjátok a videókon, hogy jön a pikírt humorom, meg a szarkazmusom, de legalább már tudom, hogy mit csinálok. Tudom, hogy mit csinálok, és tudom, hogyha hibázok, azt is tudom. Na jó. Köszönöm nektek a figyelmet, köszönöm apámnak a tapasztalást, és ennyi. Meg egy bambi. Ciao. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!